kinyílt a székesfehérvári tűzoltó laktanya ajtaja, közös nyílt napot szervezett a Fejér megyei rendőrfőkapitányság és a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Ez egyébként az idei, már a negyedik, hogy testközelből lehet a két szervezet munkájával együttesen megismerkedni. Jó estét kívánok, ez itt az Esti Mérleg. A budapesti készenléti rendőrség zenekara tolmácsolásában a himnusszal kezdődött a tűzoltó és rendőrnap. A katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője köszöntőjében a két szervezet együttműködését hangsúlyozta. Először is ez a negyedik olyan alkalom, amikor közösen a rendőrséggel tartunk ünnepséget, ünneplést, hiszen közel van egymáshoz a két védőszent névnapja, tulajdonképpen Szent György és Szent Flórián, a mi két védőszentünk. És azért tartjuk fontosnak, hogy megünnepeljük ezt az egy napot az évben, mert egész évben egyébként a hétköznapokban a két szervezet állománya rendszeresen együtt dolgozik, egymásnak válvetve küzd azért, hogy Magyarország állampolgárai biztonságban élhessenek, és nagyon sokat tesznek azért, hogy hivatásuk gyakorlása közben az emberek szubjektív biztonságérzetét növeljék, erősítsék. Melyek azok a hétköznapi esetek, amikor tűzoltó és rendőr együtt dolgozik? Vegyünk konkrét példákat, mert azért viszonylag gyakran előfordul. A leggyakoribb olyan terület, ahol együtt dolgozunk a rendőr kollégákkal, ezek a közlekedési balesetek. De természetesen vannak olyan tűzesetek is, ahol szükség van a rendőrség munkájára. Ezen kívül pedig hatósági területen is, hiszen hogyha egy-egy tűzeset kapcsán tűzvizsgálati eljárásra kerül sor, akkor a rendőrségek közös vizsgálatokat hajtunk végre. De tulajdonképpen ez a három terület, ahol rendszeresen napi szinten együtt dolgozunk. A tűzoltók mivel készültek a mai napra? Kik azok, akik megismerkedhetnek a tűzoltók munkájával, és milyen formában itt a mai napon? Várjuk nagy szeretettel a gyerekeket, iskolákat, óvodákat. Tulajdonképpen betekinthetnek a látogatók a tűzoltók hétköznapjaiba, de azért mégis ünnepélyes keretek között igyekeztünk egy kis műsort összeállítani a látogatóinknak, és természetesen a saját állományunk tagjainak is. Meg lehet tekinteni a tűzoltó járműveket, lesznek tűzoltó bemutatók, és nyilván a rendőrséggel közös szervezésben rendőrbemutatók és szakmai programok is lesznek. Fejér megye rendőrkapitánya elmondta, negyedik éve ünnepelnek közösen a tűzoltókkal, és ez szerinte azt bizonyítja, hogy a két testület közös munkája példaértékű. Negyedik éve tartjuk ezt a hagyományt, hogy közösen rendezzük Szent György és Szent Flórián napját Fejér megye katasztrófavédelmi igazgatósággal. Én úgy gondolom, hogy ez a két szervezet ez annyira egybefort már itt Fejér megyében, és olyan példaértékű az együttműködés, hogy az ünnepeinket is közösen ünnepeljük, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan időszak, legyen egy olyan nap, amikor a rendőrök és a tűzoltók is egy kicsit leülnek, egy kicsit hátranéznek, kicsit megpihennek, kicsit átgondolják azt, hogy mit tettek eddig, és egy kicsit éltetik önmagukat azzal, hogy amit ők végeznek, az egy olyan cselekedet, egy olyan tett, egy olyan tevékenység, amire az állampolgároknak óriási szüksége van. Nyitott ez a program, és az utcáról is akár minden érdeklődőt várnak. Milyen programokkal készült a rendőrség a mai napra? Teljesen nyitott a program, minél több érdeklődőt várunk, remélem minél több gyerek jön. Nagyon fontos mind a két szakterületnek, pályorientáció szempontból is a fiataloknak az idecsábítása, ismerkedjenek meg a munkánkkal. Különböző statikus és dinamikus programjaink vannak, lesz kutya bemutató, akkor lesz tűzoltó riasztási gyakorlat, van füstsátor, van fegyverbemutató, van balesetmegelőzés, bűnmegelőzés, tehát minden, ami gyakorlatilag a palettán elfér, és igyekszünk minél több látogatót ide vonzani azért, hogy ismerjék meg a munkánkat, és lássák azt, hogy mivel foglalkozunk. Jó napot, itt a rendőrség! A rendőrségi kutyás bemutató volt a látogatók számára a nap egyik csúcspontja. Mit láthatott most itt a közönség? Több részből állt ez a kutyás bemutató, több kutyus volt, mégis mit láthattunk, és mennyi munka van mindebben? Lehet mondani, hogy egy komplex bemutatót sikerült bemutatni, hiszen remek kollégáim, segítőim vannak, így fegyelmező, kereső és őrzővédő munkát is bemutattunk. A kutyáink különböző képzettségűek, ennek megfelelően járőrkutyáink őrzővédő munkát mutattak be,
illetve két keresőkutyával kábítószerkeresést próbáltunk imitálni. Kicsit színessé téve azzal, hogy széken ülő gyerekek között is dolgozott a kutya, illetve csomagot vizsgáltunk át. Nagyon sok munka van mindenben, a hétköznapokban hogyan néznek ki, nyilván mindig kell gyakorolni a kutyával, de hogy éles helyzetben is azért ők megállják a helyüket. Igen, ugye ennek rögzített szabályi vannak a rendőrségnél, évente minősítő vizsgát kell tenni, amennyiben jól teljesít, egy évig újra dolgozhat, és rendszeres havi összevonásokon képezzük a kutyákat, illetve egyéni képzéseken is kondicionáljuk őket. Vegyük sorra a feladatokat, mivel kezdődött, mi volt a szituáció, és hogyan oldották meg mindezt a kutyusok. Az őrzővédő munka részében kosaras munkával kezdtük. A rendőr felszólításának, mivel nem tett eleget a elkövető gyanúsított, ezért kosárban póráz nélkül alkalmazta a vezetője, a feladatát elvégezve földre küzdötte, ezután ebből egy ruházat átvizsgálás történt, amit a kutya biztosított, amint szökést kísérelt meg, újból támadni kezdett. És aztán Tigi keresett, meg nem is csak ő keresett, keresett más is. Igen, Ispa is Dóra rendőr törzsőmesternek van egy, mondhatni, különleges kutyája, hiszen Don 3 éves, szép nagy kankutya, német juhász kutya, eredetileg járőr feladatokra lett képezve, de a szükség úgy hozta, mostanában sajnos nagyobb igény mutatkozik a kereső munkára, ezért egy másik képzést is kapott, kábítószert is tud keresni, most már az összes anyagot ismeri, és éles szituációkban is dolgozik. Tigi, ő nyugdíj felé közeledik, megvan már az utódja, ő egy holland kankutya, 8 évet betöltötte, kereső kutya, illetve van Balogh Ferenc törzászlósnak egy új kutyája, nemrégiben vizsgázott Dunakeszi Oktatási Központba, ő egy járőrkutya, tehát ő vele valószínű meccseken, biztosításokon fognak találkozni, illetve segédünket, ha méltosan Dániel több havi képzés után tanító őrzővédő segéd vizsgát tett, ezért a megyében szakképzett segéd segíti a munkát. A kutyák kábítószert kerestek és elfogták a bűnözőket. Picikét félek a kutyáktól. Mit láttál most a rendőrkutyáktól, és hogy tetszett neked? Hát, tetszett. Mit mutattak a rendőrbácsik a kutyákkal? Hát azt, hogy a kutyák hogy tudják megtalálni a kábítószert. És még? Azt, hogy ilyen... A gyerekek leültek a székre, és akkor a kutyák megkerülgette. Kint voltam egy kutyával, és megharapta a műkezemet, és nagyon jó volt. Jó volt? Hát miért volt ez jó? Azért, mert olyan vicces volt, amikor mondta a bácsi, hogy nézzek a szemébe, meg így ezt kell csinálni, és egyébként tényleg jó volt. A kutyás bemutatót megnéztem, meg bementem a füstbe. És az milyen volt? Jó. Miért? Mit láttál odabent? Mi volt ott a sátorban? Semmi. Füst. A tűzoltók riasztási bemutatója is óriási sikert aratott, a gyerekek tátott szájjal figyelték az egyenruhások munkáját, és a frissítő is jól esett számukra. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak, ez volt már az Esti Mérleg, ez a műsor legközelebb holnap jelentkezik, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!